folytatjuk a startot. Kilépnek a pártból, az LMP-ből, és önálló pártot alapítanak. A párton belül alakult Párbeszéd Magyarországért platform tagja, Jávor Benedek ezt jelentette be tegnap. Jávor Benedek, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Facebookon arról beszélnek, hogy mindenki meg van véve. A Siffer András a Fidesz által, önök pedig Bajnai Gordon által. Ilyen egyszerű ez? Sok mindent beszélnek Facebookon és máshol is. Én nem gondolom sem Siffer Andrásról, és azt pedig tudom, hogy én és a platform tagjai nincsenek megvéve. Én úgy látom, hogy ez egy valós politikai nézetkülönbség, stratégiabeli különbség volt Siffer féle elgondolás és az általunk képvisel stratégia között, és ezeket őszintén a legjobb meggyőződésünk szerint gondoltuk, és szerettük volna végrehajtani. De ez ennyire egyszerű, hogy sokan a politikát követők közül, mert hát itt nem hivatásos politikusok és politológusok mondanak ilyen módon véleményt a Facebookon, bár nyilván majd ők is, hogy az egyik, hogyha a Fidesz felé húz, ugye Siffer Andrásról mondják azt, hogy minthogyha, akkor az tényleg jobbra húzza az LMP-t, a másik, hogyha Bajnai Gordonék felé húz, akkor tényleg balra rántja az LMP-t? Tehát ennyire egyszerű szétszakítani egy pártot? És ennyire egyszerűen szakadt? Ez a helyzet, ez alapvetően a Fidesz választási törvénye miatt állt elő. Én azt gondolom, hogy az alapvető célkitűzésekben, amelyekért 2010-ben az LMP-t megalapítottuk, azokban egyetértés volt Siffer András és köztem, illetve az őt követő és a mellettem álló platformisták között. Amiben különbség volt, az az, hogy hogyan ítéltük meg a realitásokat. 2014-es választáson milyen stratégiával tud az LMP hozzájárulni a kormányváltáshoz, illetve hogy mennyire tartottuk fontosnak az, hogy 2014-ben kormányváltás legyen. Ebben valószínűleg volt köztünk nézetkülönbség. András azt gondolta, hogy egyrészt, ha ad abszurdum nem történik meg a kormányváltás, ez nem feltétlenül egy tragédia. Az a kormányzás, ami zajlik, az hasonló azokhoz a rettenetes kormányzásokhoz, amelyek az elmúlt két évtizedben Magyarországon megszokottak voltak. Illetve azt gondolta, hogy egy külön utas LMP adott esetben nagyobb eséllyel tud szavazatokat elvonni jobb-középről, és ezzel gyengíteni a Fideszt, mint amit egy együttműködő LMP az ellenzékhez hozzá tud tenni. Ezzel szemben mi azt gondoltuk, hogy ha... Én azt gondolom, hogy a legjobb érvünk az a matematika. A mostani pártámogatottsági adatokat ráillesztjük a választási rendszerre, akkor jelen pillanatban az egy Fidesz győzelmet, nem többségi győzelmet, de egy relatív győzelmet vetít előre. Tehát én úgy látom, hogy nagyon komoly ellenzéki erőfeszítések nélkül nem lesz kormányváltás 2014-ben. Na de hát ezek szerint Siffer Andrásik úgy gondolják, mindazok, akik vele együtt szavaztak például tegnap a kongresszuson, vagy tegnap előtt a kongresszuson, hogy az nem olyan nagy baj. Tehát lehet ezt így folytatni, majd lesz valahogy. Hát én azt gondolom, hogy a Fidesz kormánynak mennie kell, és hogy ehhez valamilyen szintű együttműködés az ellenzéki erők között szükség van. Ez de Siffer András meg azt mondja, hogy csak azokkal tudnak most együttműködni, akikkel nem akarnak, akikkel szemben létrehozták az LMP-t, azokkal pedig épp úgy nem, mint ahogy Orbán Viktorral sem, és akkor inkább senkivel sem. Ez is egy erős érv. A 2010 előtti kormányok kritikájában én azt gondolom, hogy egyetértünk, és nekünk is az a célunk, hogy a 14-es kormányváltás ne egyszerűen egy visszakanyarodás legyen, egy már megbukott és a választók által elküldött kormányzati rendszer és kormányzó erők irányába, hanem valóban meg lehessen újítani a magyar politikát és létrehozni egy olyan új Magyarországot, egy olyan új köztársaságot, ami nem csak az Orbán kormány demokrácia dúlásának vett véget, hanem tanul azokból a hibákból, amelyeket 10 előtti kormányok elkövettek. De önök 8-an, meg azok mondjuk 100-an, akik követik önöket az LMP-ből, ugye nagyjából ilyen számot mondtak tegnap. Elég erősek lehetnek ahhoz, hogy ha elkezdenek tárgyalni az ellenzéki összefogás tagjaival, akkor az akaratukat át tudják vinni, hogy ne az folytatódjon, ami 2010 előtt volt? Nem tudjuk, de azt gondoljuk, hogy meg kell próbálni. Tehát nem alhatunk nyugodtan, és nem nézhetünk tükörbe, hogyha nem tettünk meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy megtörténjen a kormányváltás. Önök kaptak bármilyen ígéretet Bajnai Gordonéktól? Bármire? Nem kaptunk semmilyen ígéretet Bajnai Gordonéktól. Ez az egész történet egyébként nem alapvetően Bajnai Gordonról szól, hanem arról, hogy hogyan látjuk megvalósíthatónak a kormányváltást. Egyébként az Együtt 2014-ben nem csak Bajnai Gordon és a Haza és Haladás alapítvány vagy egyesület van jelen, hanem olyan más erő,
kívülük, például a Milla, a Szolidaritás, amelyek én azt gondolom, hogy sok tekintetben közel állnak ahhoz, amit az LMP is képviselt. Jó, de hát a Milla maga sem tudja most a jelek szerint, hogy igazából mit akar. Alakul-e pártámra, de ez együtt 2014-ben, vagy mennek külön? Nézetkülönbségek. Én azt gondolom, hogy együtt tudunk dolgozni a Millával azon, hogy az a cél, amiről az imént beszéltem, és amiben egyetértés van köztünk, azt együtt próbáljuk meg. Na, akkor most itt álljunk meg egy pillanatra. Lehet, hogy a Millával együtt alakítanak pártot? Nem azt mondtam, hogy a Millával együtt alapítunk pártot. Mi egy olyan, alapvetően a párt megalapításának a bázisa, az új erő megalapításának a bázisa, azok a volt LMP tagok lesznek, akik kiléptek az LMP-ből. Természetesen nem zárhatjuk be a kaput olyan érdeklődők előtt, akik egyetértenek és támogatják azt a programot. Tehát a Juhász Péter bevezeti a Millát az új, az LMP-ből leszakadtak pártjába, akkor örömmel várják? Nem szeretnénk más szervezeteket magunkba olvasztani. Azt gondolom, hogy a Millának megvan a saját legitim vezetése, megvan a saját véleménye. Pedig logikus megoldás lenne. Na mindegy. Tiszteljük. Jó, meglátjuk, menjünk kik tovább. Fognak érdeklődni az iránt, az új erő iránt, amit létrehozunk. Mondom, mi a kapukat tágra szeretnénk nyitni, tehát várjuk azokat az állampolgárokat majd a párt megalapításához és a munkájához, akik egyetértenek velünk azokban az alapvető célkitűzésekben, amiket megfogadunk. 1115-en követik egy nap alatt a Párbeszéd Magyarországért oldalt a Facebookon, itt azt meg is tudom mutatni önöknek, a kollégák ebben segítenek. Ez sok vagy kevés? Ez nem egy nap alatt, tegnap este került ki a platformnak a Facebook oldala, tehát ez az éjszaka gyűlt össze. Akkor ez jó? Ez szerintem nem egy rossz eredmény, azt remélem, hogy a következő napokban, hetekben ez a szám ez meg fog sokszorozódni. Hát igazából azt kerestem, hogy van-e bármiféle a jövőbe mutató politikai állásfoglalásuk már ezen az oldalon, de itt sincs. Tehát azon kívül, amit a tegnapi elhangzottakból lehet tudni, azon kívül itt senki egy munkot nem mondott semmiről. Pedig itt sok-sok érdekes kérdés van. Például, hogy fognak egy frakcióban dolgozni Siffer Andrással? Miért fognak egy frakcióban dolgozni Siffer Andrással? Fontosabb-e a frakciót megtartani, mint a függetlenségüket megmutatni? Fontosabb értéke együtt maradni az LMP-vel, és ezzel kicsikét szintelenül ott maradni leszakadtan? Vagy pedig izgalmasabb lenne azt mondani, hogy független képviselők vagyunk, és meg tudjuk mutatni, hogy mi egy másik párt vagyunk. Tehát ez rengeteg kérdés, én tudom, de hát most ezek következnek, nem? Ezek valós kérdések, és meg kell őket válaszolni. A következő napokban mindenképpen mi tárgyalni szeretnénk Siffer Andrással és az LMP frakció másik 7 tagjával arról, hogy hogyan tudjuk rendezni a frakció kérdését. Egyelőre ott tartunk, hogy tegnap délután 4-kor jelentettük be, hogy kilépünk. Na jó, de azt is bejelentették, hogy a frakcióban szeretnének maradni. Azt jeleztük, hogy tárgyalásokat kezdünk arról, hogy hogyan tudjuk a frakció működését a továbbiakban rendezni. Hogy képzelik? Van-e útja annak, hogy ne fosszuk meg az LMP-t a parlamenti frakció nyújtotta lehetőségektől, megszólalási lehetőségektől, napi rendelőtti felszólalásoktól, attól a felülettől, bizottsági helyektől, stb. Persze. Jelent, és hát nyilván nekünk is érdekünk, hogy parlamenti képviselete legyen ennek az új erőnek, és mi is meg tudjuk jeleníteni. Na de nem lesz. Hát hogy lesz? Tehát, hogyha az LMP frakció néven ott ülnek változatlanul, akkor az új erő, az most mindig elmondják, hogy és én nem csak az LMP-t képviselem, hanem az új pártomat. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. Vannak erre jogi megoldások, hogy hogy lehet működtetni egy jogilag közös frakciót, amelyben egyébként a szakpolitikai, a törvényhozási, jogalkotási kérdésekben, szakpolitikai kérdésekben nagyon nagy nézetkülönbség nincs, tehát ott ütközés nem várható, hogy ez hogy működtethető, ezt meg kell beszélni. Lehet, hogy erre nincs mód. Elképzelhetőnek tartom, de azt gondolom, hogy nekünk meg kell próbálni, a platform nevében is azt hordoz, hogy Párbeszéd platform. Mi úgy gondoljuk, hogy meg kell nézni, hogy a eddig nem próbált utakon lehet előre jutni. És mi lesz a neve? PP? Párbeszéd párt? Vagy PMP? Párbeszéd Magyarországért párt? Vagy mi lesz a név? Névről lesz, ami korai beszélgetni. Mindenképpen egy olyan nevet szeretnénk majd választani, amelyik kifejezi azt a politikai programot, célkitűzéseket, és amelyeket képviselni szeretnénk. Lehet más a politika? Hisz még benne?
Én bízom benne, hogy lehet más a politika. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent az LMP eddig is meg tudott mutatni abból, hogy mi az, amit lehet másképp csinálni. Egy sok tekintetben ezt egy tragikus helyzetnek tartom, hogy valóban a Fidesz elképesztő kormányzása, a demokrácia dúlás és ennek a választási rendszernek a bevezetése egy olyan helyzetbe vitte bele az LMP-t, ami ezt a feszültséget előállította és végül ehhez a szakadáshoz vezetett. Jó, hát azért ezt ne fogjuk a Fideszre, ezt házon belül idézték el. Miből fogják csinálni az új pártot? Arra van elképzelésük? Hát viccesen mondhatnám azt, hogy hozzászoktunk, hogy gyakorlatilag nulla pénzből pártot építeni. Jó, de hát abból nem lehet. A parlamentbe, az LMP-vel ez történt. Tehát nulla forinttal indultunk el, és parlamenti pártként végeztük. Nyilván különböző forrás teremtési lehetőségeket meg fogunk vizsgálni, várni fogjuk az állampolgárok támogatását, keresni fogjuk azokat a hazai gazdasági szereplőket, akik egyetértenek mindazzal, amit egy baloldali értékek felé elkötelezett zöld pártként ez a formáció képviselni fog, hogy az ő segítségükkel tegyük lehetővé, hogy mi sikeresen részt tudjunk venni a 2014-es választásokon, részesei tudjunk lenni a kormányváltásnak, és 2014 után ez az értékrend, ez a politikai program megjelenjen a magyar parlamentben. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm a meghívást.